Ukrajna területi integritásának hajtogatása helyett a magyar kormánynak inkább azt kéne megakadályoznia, hogy a kárpátaljai magyarságot golyófogónak használják. A Mi Hazánk mozgalom ellenzi a kárpátaljai magyar nemzetésszel szemben elnyomó politikát folytató soviniszta Ukrajna mindenféle támogatását, illetve az amerikai érdekek kiszolgálását. Ez nem a mi háborunk! Az oroszok elleni embargó így is felbecsülhetetlen károkat okozott a magyar gazdaságnak, most már a magyar érdek legyen az első. Ne vegyünk részt a gazdasági háborúban sem. Következő felszólalót hívom a színpadra, Dodge Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnökét, országgyűlési képviselőjét. Tisztelt ünneplő közösség, drága bajtársak, szeretett honfitársaim! Erőt és erényt! Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékezünk ma, annál is inkább, mert annak jelmondatai, melyik a fülünkbe csengenek, ma is aktuálisak, ma is hívnak. Talpra magyar, híja haza! Itt az idő, most vagy soha. Idén pedig még aktuálisabb, hogy megemlékezünk az általam és sokak által kedvelt és méltán a legnagyobb költőóriásunknak tartott Petőfi Sándorról is, akiknek ezeket a sarokat is köszönhetjük, hiszen a forradalom emblematikus alakjáról van szó, aki ha kellett, akkor a toll helyett a kardot is vitézül forgatta, és a haza becsületét még az életénél is többre tartotta. Emlékezzünk ezért Petőfi Sándorra, kinek idén ünnepeljük születésének 200. évfordulóját, élete, mely a szabadságharcos hasonlóan kérész életű volt, csak sajnos, égő fátya minden szabadságot szerető, minden áhítozó ember számára. Fáklyos útra való, hiszen a forradalom kirobbanásának 175. évfordulóján is aktuálisak azok a gondolatok, hiszen azóta is viharos események tépázták oly szeretett magyar nemzetünket. Hiába volt kiegyezés, hiába volt rövid idejű prosperálás a dualizmus alatt, ez tromba döntötte az első nagy világégés, melynek az abszolút vesztesei voltunk, az ezt követő gyalázatos trianoni diktátum pedig majdnem végérvényesen megpecsételte sorsunk, s hatása máig hullomköppenyként nehezedik ránk. A romokon szétszintált történelmi országunk maradványain hiába épített egy fidesznyi kormányzási idő alatt egy új országot negyedik Bélához hasonlóan az általunk nagyra becsült és hőn szeretett Horthy Miklós kormányzó, hiszen a második... Igen, így van. Hiszen a második világháborúban újra lerombolták azt, amit a nemzet felépített, és újra elcsatolták azokat a nemzet részeket, melyeket az akkori politika visszaszerzett. S ha ez nem lett volna elég, hogy két évtizeddel később újra magyar anyák százezrei siratták fiaikat, hogy újra özvegyek nevelték fel a félárván maradt gyermekeket, még több, mint 40 évre megült rajtunk, mint köd a völgyben, egy idegen megszálló hatalom, egy torz ideológia, a nemzeti törekvések gátja maga, a kommunista rezsim. Senki nem gondolta, hogy meg annyi szenvedés és áldozat után most ismét egy olyan világ jön, ahol csak a rútak, a tehetségtelenek, a jellemtelenek tudnak érvényesülni. És leöntik vitriollal a szépet, bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget, szíven döpik azt, akinek jelleme van. És gondolja végig mindenki napjainkat, gondolja végig, hogy most újra itt tartunk, összevont támadás alatt állunk. Az új népvándorlás, ha nem cselekszünk, a régi kontinenst és annak értékeit számolja fel alapjaiban, hiszen egyre több Európában a nem európit, a nem európai értékrendű és nem európai érdekeket képviselő vezető. Emberek millióit nyomorították meg mindenféle mondva vagy laboratóriumba csinált ürüggyel és tör helyett tűszúrással, a legembertelenebb kényszerítéssel, zsarolással és megfélemlítéssel, nem kímélve a gyermekeket sem. A népek tavaszához hasonlóan újra forrong Európa. Újra begyújtották a puskaporos hordót, és az egész kontinens veszélyeztetve a keleti szomszédunkban nyugati széllel támogatva újra szólnak a fegyverek, és Európában európaiak ölnek európaiakat.
Egy mesterségesen generált krízist élünk át napjainkban, és ahelyett, hogy kifelé tartanánk belőle, egyre inkább csak mélyebbre sodródunk, és az energiaválságnak, az élelmiszerválságnak, a humánválságnak köszönhetően lassan lehúz minket a mások által gerjesztett örvény. Akik annak idején annyira ragaszkodtak hozzájuk, azok most azt harsogják, hogy ruszkik haza, hiszen már itt vannak a spájzban. Ahelyett, hogy az ellenzék összetákolt, majd atomizált része is, azt sürgetni a jelenlegi kormánnyal együtt minden nemzetközi fórumon, hogy a Kárpátalján őshonos magyar kisebbséget ne érhesse több atrocitás, ne érhesse több aljas támadás, ne halljanak magyarok egy olyan háborúban, ahol az elnyomóikért kell adniuk az életüket, ők ezt csak felületesen érintve, inkább Ukrajna területi integritásáért aggódnak, és egy olyan háborút szeretnének támogatni, ami már eleve vesztes volt az ukránok számára a kirobbanásakor is. És nem lenne igaz, ha azt mondanám, hogy mi nem aggódunk, hogy mi nem félünk. De félünk és aggódunk. Aggódunk, hogy a nyugat mára sisakok helyett támadó fegyverekkel és vadászrepülőkkel támogatja és tartja fent ezt az amerikai érdekeket kiszolgáló háborút. Félünk, hogy a nemzetek akarata ellenére a jelenlegi vezetők amerikai nyomásra megszavazzák Svédország és Finnország NATO csatlakozását, melyet jelenleg semmi nem indokol, és aggódunk, hogy ezt követően a két szuper katonai hatalom túl nagy közelsége az további eszkalálódásra ad majd okot és lehetőséget, és könnyen a harmadik világháború trobbanthatja ki. Reméljük, hogy már nem csak egy kész forgatókönyv után futunk. Aggódunk, hogy a NATO és az Unió után olyan szervezetek is nyíltan támadják az önálló, szuverén nemzetállamokat és azok belügyeit, mint a WHO, az Egészségügyi Világszervezet, vagy épp a WEF, a Világgazdasági Fórum, melyek beteg és hamis dogmáikat akarják ránk kényszeríteni. Aggódunk, hogy az elhazudott és elsikasztott rendszerváltásnak hazudott módszerváltást követően több mint három évtizeddel később sem változott szinte semmi, csak egyesek a pufajkájukat a bomberdzseki belső felére fordították, de a módszerek és a káderek maradtak a régiek. Aggódunk, hogy az Európa Uniós csatlakozásunk közel két évtizede történt, de mi nem felzárkóztunk ez idő alatt, hanem balkáni mélységekbe süllyedtünk, és úgy lemaradtunk, hogy kérdéses, hogy innen fel tudunk-e még állni egyáltalán. Aggódunk, hogy akik 48-ban nem akarták, hogy szabadok legyünk, azok most újra a nyakunkon vannak, és a szépapáink vérével védett és áztatott földjeinket, ha karddal és puskával nem is tudták megszerezni, akkor most az Uniónak köszönhetően megpróbálják azt felvásárolni kilóra vagy hektárra inkább. Márpedig mi nem csak mondjuk, hanem úgy is gondoljuk, Unió ide vagy oda, hogy a mi elődeink vérével ezer éven át őrzött, féltett nemzetünk jószága, a magyar föld nem eladó. És most, amikor a jelenleg regnáló kormány magát nemzetinek és konzervatívnak határozza meg, most a baloldalt is felülmúlva, túl licitálva tékozolja el a magyar földvagyont, hol nyugati autóipari beruházásoknak, hol uniós, osztrák befektetőknek és állampolgároknak, hol kínai vagy koreai akkumulátorgyáraknak átengedve, kiárulva azt. Teszik ezt úgy, hogy az általuk összetákolt, szájjelrel fémjelzett alaptörvény is kimondja, hogy a magyar föld nemzeti kincs. Annak megőrzése és örökül hagyása az utánunk jövő generációk számára nem csak feladatunk, de kötelességünk is. Tekintve azt, hogy a termőföld korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló stratégiai fontosságú erőforrás, az élelmiszertermelés alapja, így annak elkufárkodása, átengedése idegen érdekeknek felér egy hazaárulással. Az a tény, hogy az Európai Unióban az élelmiszer önrendelkezés terén csak Bulgáriát előzzük meg, a sor végén azt gondolom, hogy a legnagyobb szégyen, ami érhette ezt az országot. Az a tény, hogy Magyarország egy mezőgazdasági adottságokkal rendelkező ország, és hazánkban élelmiszer válságról, közel 50%-os élelmiszer inflációról beszélhetünk, hogy az alapvető élelmiszerek tekintetében is behozatalra szorulunk, a Kárpát-medencében édesíz nagyhatalomként is elsivatagosodunk, nem egyszerű mulasztás. Hanem a nemzetárulás fogalmát meríti ki, és ezt nem én mondom csak, nem a Mi Hazánk mozgalom mondja csak,
hanem a jegybank elnöke Matolcsi György is erre tért ki igaz beszédjében, aminek köszönhetően, vagy ami talán annak köszönhető, hogy vagy egy igazságszérumot fogyasztott el előtte, vagy pedig rájött, hogy az általa előre vetített a 21. század recessziója, ami majd most jön, kell, hogy legyen egy felelőse, és az ő mandátumának a lejáratával gyanússá vált számára, hogy valószínűleg ezt a balhét majd neki kell elvinni. Márpedig felelőse mindennek van, így az elhibázott gazdaságpolitikának, az önálló nemzetgazdaság feladásának, a földjeink tönkretételének, a vizeink elpazarlásának, a kiszolgáltatottságunk bebetonozásának is, és a hibás nem más, mint az elmúlt több mint 30 év elaggott politikai vezetései, azoknak a szereplői, akik gátjai voltak a szebb magyar jövő felépítésének. Azok, akik gátjai ma is, akik a választások után a homlokegyenest az ellenkezőjét tették annak, amit ígértek. És jól mutatja ezt az a logika is, hogy idén nincs választás, ezért nincs békemenet se. Pedig a tavalyi óta a Nógrádikumból lett Hungarikum Győzike már nem zászlóvivője, hanem zászlós hajója lehetne a Fidesz békemenetének. Szabad és erős országgá válhatunk, ha úgy teszünk, mint 1848-ban, amikor felállt egy nemzet, mely ragaszkodott ahhoz, hogy maga szabjon rendet saját magának. Lerázták magukról a gúzsba kötő törvényeket és újakat, szabadságtörvényeket alkottak, hogy módjukban álljon jobb életet teremteni minden magyarnak. A szabadsághoz munka is kell, tisztes keresmény, a család megélhetése és a biztos fedél is. Mondta tavalyi beszédében ezt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, és ezzel szemben mindenkinek is alárendeljük magunkat. A saját maguk által hozott törvényekkel gúzsba kötik a jövőnk, a jobb élet helyett kiszámíthatatlanságot hozott az elmúlt egy év, és éppen ezért azt gondoljuk, hogy az előttünk álló időszak sem lesz könnyebb. Munka is lett csak külföldi vendégmunkásoknak, a tisztes keresmény, a béka, akarom mondani, a románok átlagkeresete alatt van. A család megélhetése és a biztos fedél pedig egyre több embernek vált kérdésessé. Az idő pedig megállíthatatlanul múlik, az esélyeink pedig egyre fogynak. Éppen ezért mi nem csupán politizálni, mi ha eljön az idő, akkor kormányozni szeretnénk. Azt szeretnénk, ha ez a sokat szenvedett és keserített nemzet, ez a megtépázott ország végre biztos hazája lehetne a magyaroknak, végre nem függenénk senkitől, végre a saját érdekeink lennének fontosabbak a mások szolgalelkűen történő kiszolgálása helyett. És ezért a kérdés ma is aktuális. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Legyen végre önrendelkezés, létbiztonság, nemzetvédelem. S ha ez így lesz, a magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. S mit rákentek a századok? Lemossuk a gyalázatot! Fel a győzelemre!